Szigetelő anyagok és kibontott nyílászárók a Vásárosnöményi II. Rákóczi Ferenc gimnázium udvarán, a munkások pedig a felállványozott homlokzaton dolgoznak. Folyamatos a munka a város energetikai projektjeiben, amelyekben a veszélyhelyzet sem okozott jelentős csúszásokat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a nehéz időszak ellenére a kivitelezők, a vállalkozók komolyan vették vállalásaikat, és időbeli csúszások minimálisak, vagy nem is lesznek. Több pályázati forrásból sikerül forrásokat lehívnunk a városba. A topos források kiemelten nagyon komoly fejlesztéseket tettek lehetővé. Nézzük először is az oktatási intézményeinket, a II. Rákóczi Ferenc gimnázium, valamint az 5. József Általános iskola energetikai szempontból teljesen megújul. Nyílászáró csere, hőszigetelés és napelemes rendszerek építésére kerül itt sor, ugyanakkor a Vitkai iskola is még ebben a csomagban lesz, csak a közbeszerzés annak egy kicsikét csúszni fog. Az ötvös kúria több mint 480 millió forintos fejlesztése is folyamatban van. Itt az épület felújítása mellett parkosítást, parkolók építését és útépítést is végeznek. A fiataljaink elé oda kell tennünk jó példával azt, hogy hogyan tudunk megőrizni olyan épületeket, amelyek egy kiemelkedő és a térségben nagyon komoly szerepet vállaló családhoz, az ötvös családhoz fűződik. Épp ezért az ötvös kúria megújítása, felújítása és teljes átalakítása olyan kiemelt szerepe volt a város életében, amelyre nagyon sokáig vártunk, mondjuk mindig, hogy három magyar igazság, és a harmadik pályázatunk végül is nyert. Igaz, hogy az utolsó pillanatban, sőt mondhatnám, hogy az utolsó utáni pillanatban, de az ötös kúria teljesen megújul, a zöld felület növelése megvalósul az területen, park kialakítására, parkoló kialakítására és útépítésére is kerül sor. Filip Sándor hozzátette, az ipari területen több mint 500 millió forintból építettek utat, amely a város lakók és az ott dolgozók biztonságát is szolgálja, valamint a város arculatának javításához is nagyban hozzájárul.